Tegnap, azaz augusztus 9-én délelőtt megérkezett az első moszkvai csárterjárat a debreceni repülőtérre. A repülőgépen utazó 150 orosz turista mindegyike Hajdúszoboszlóra jött gyógykezeltetni magát, illetve gyermekét. Augusztus 9-e délelőtt 10:30. A debreceni repülőtéren az orosz Tatarstan légitársaság gépe landol. A repülő Moszkvából szállította az utasokat Debrecenbe. A gépen utazó 150 turista úti célja azonban nem Debrecen, hanem Hajdúszoboszló. Az orosz vendégek gyógykezeltetni jöttek magukat és gyerekeiket városunkba. Több gyerek mozgás korlátozott, így tolókocsira is szükség volt a reptéren. A gyógykezelések mellett persze pihenni is szeretnének az Oroszországból érkezett vendégek. Voltak, akik nem először járnak városunkban. Már második alkalommal jöttem Hajdúszoboszlóra, először 4 éve voltam a városban, és nagyon-nagyon megtetszett. A beteg gyerekek szülei nagyon bíznak a szoboszlói termálvíz gyógyító hatásában. Miért utaztak Hajdúszoboszlóra? Pihenni jöttünk ide, és a gyerekünket gyógyítani. Mit várnak a hajdúszoboszlói gyógyvíztől? Én először vagyok Hajdúszoboszlón, és nagyon sokat várok. Mondhatni, csodákat várok a víztől. A gyerekemnek kötöttek az izmai, és az egész izomzatnak fel kell lazulnia. A fiatal Oksana Pavlovna Timofej nevű kisfiát szeretnék kuráltatni a gyógyvízben. Járt már Hajdúszoboszlón? Miért utazott Hajdúszoboszlóra? Pihenni és a gyerekemet gyógykezeltetni jöttünk a városba. Első alkalommal jöttem a városba. Mit vár a gyógyvíztől? Azt várom, hogy a gyerekemnek jobb legyen. Bízom benne, hogy a víz jó hatással lesz az izomzatára. Milyen betegsége van a gyerekének? Enyhe fokú központi idegrendszeri bénulása van. Az orosz turistákat Samu Géza, a Globus 21. század munkatársa várta a reptéren. A férfi elmondta, hogy novemberig folyamatosan érkeznek majd az orosz turisták Hajdúszoboszlóra. Rávilágított továbbá, hogy ez a program már több éve működik, de Debrecenben most először szállt le moszkvai gép a reptéren. A turisták eddig a budapesti reptérre érkeztek. Ez egy állami egészségügyi program, az Orosz Föderáció a Moszkva önkormányzatának a szervezésében. A Globus 21. század Kft. Szervezi és bonyolítja le ezeket a gyógykezeléseket. Tehát Moszkvából, Hajdúszoboszlóról a kéthetes tunusokba érkeznek beteg gyerekek a kísérő szülőkkel, akik idegrendszeri sérültek, DCP-sek, mozgássérültek, vagy bármilyen más betegségvel szenvednek. A Moszkvából érkezett vendégek a debreceni reptéről autóbusszal utaztak tovább városunkba. És ebben a pillanatban érkezik meg Hajdúszoboszlóra 3 busz, amely az orosz turistákat szállította el Hajdúszoboszlóra. A vendégek miután leszállnak a buszról, elfoglalják szállásaikat a különböző szállodákban.